Pécs TV gazdasági magazin műsorát, a Mérleget látják. Jó estét kívánok! Mai adásunkban két gazdasági személyiséget mutatunk be önöknek. Elsőként Hesz János mesterfodrász lesz vendégünk, aki a közelmúltban rangos városi kitüntetést vehetett át. Ezt követően a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság új elnökét és terveit ismerhetik meg. Természetesen további eseményekről is beszámolunk a mai Mérlegben. Most képes ajánlatunk következik. Magyarországon az ötödik legjelentősebb mezőgazdasági rendezvénynek adott otthon Szentlőrinc, ahol idén 9. alkalommal rendezték meg a gazdanapokat. A bőrzén ezúttal csaknem 300 kiállító vett részt. Pécsett a vasútállomás mellett megnyílt Magyarország legkorszerűbb postai elosztó üzeme. A postahivatallal és ügyfélszolgálattal kiegészült intézmény 152 település postai küldeményforgalmát irányítja. Június végén új számlázási rendszert léptetett életbe a pécsi áramszolgáltató. Az új rendszerre történő átállás sajnos nem zajlott zökkenőmentesen. Pro Communitate emlékéremmel jutalmazta a közgyűlés Hesz János mesterfodrászt, akit köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Természetesen szívből gratulálunk a magasrangú elismeréshez. Mégis milyen gondolatok fogalmazódtak meg önben, amikor megtudta, hogy erre a magas elismerésre terjesztették elő? Hát egy igen jó érzés, meg kell, hogy mondjam, és talán ez alkalom is arra, hogy megköszönjük mind azoknak, akik méltónak tartottak erre a megtisztelő elismerésre. És egy kicsit úgy érzem, hogy meg kell említenem a partnereimet, a kollégáimat, akik talán így a közben nem szerepelnek a köztudatban annyira és a médiákban. Ez a kis csapat, a fodrászok és a kozmetikusok, akik hosszú évek óta nagyon-nagyon sokat dolgoznak annak érdekében, hogy ez a szakma itt a megyében. Azért hangsúlyozom a megyét, és nem csak Pécset, mert vidéken is vannak kollégák, akik tagjai ennek az állandó, működő rendezvénysorozatnak, oktatásoknak, tanfolyamoknak, de hát akik igen lelkesen részt vesznek a mi munkánkban, ami hát a városnak is jó, a megyének is jó, a fogyasztónak jó. A valahol akkor ezek jó. Szerint ez az ő elismerésük is, úgy érzem. Én úgy érzem, hogy ez az ő elismerésük is. Önnek elévülhetetlen szerepe van abban, hogy a fodrászok szakmai képzése ilyen magas szintű napjainkban, mint amilyen. Ezt miért tartotta fontosnak, hogy emellett gyakorlatilag láncsát törjön, és mindvégig emellett kitartson, és újabb és újabb ilyen jellegű szakmai fórumokat, tanfolyamokat szervezzen? Hát talán a nyelvtudásomnak köszönhető az, hogy könnyebben építettem kapcsolatokat, mint mások. És évtizedekkel ezelőtt kiépültek a környező országok kollégáival a kapcsolatok. Itt elsősorban Ausztriát kell megemlítenem, aki ugyancsak, hát az osztrák fodrászat az egy világhatalom, az egyik világhatalom, hogy így mondjam. És ennél fogva volt lehetőségem arra, hogy kezdetben, amikor még nem tudtunk ilyen szabadon utazni, hát sikerült idehozni például világhírű szakembereket, világbajnokokat, akik itt baráti alapon nekünk mindig az újdonságokat mutatták be. Hát erre ugye a legjobb példa volt a fodrászversenyeknek a pécsi helyszíne, ami egy nagyon rangos megmérettetésé nőtte ki. Igen, de az már egy későbbi esemény, amikor tényleg szabadá vált az ide-oda menet és a többi, és úgy éreztük, hogy valamit vissza kell adnunk ezeknek a német meg osztrák kollégáknak, akik olyan sokat törődtek velünk, pécsiekkel, és úgy gondoltuk, hogy most ideje lenne nekünk olyan rendezvényt csinálni, amire meghívhatjuk őket. Tulajdonképpen ez volt az az induló pont, amiért 92-ben, hát
mondjuk ilyen nagy rendezvényre nem számítottuk, de mindjárt nagy lett, és mindjárt olyan híre ment, hogy hát azóta ez egy esemény a városnak is, meg az országnak is, és a környező országoknak is. Idén a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara rendezi meg a rangos versenyt. Miben lesz ez esetleg más, mint a többi? Ennek kell egy biztos háttér, ennek a rendezvénynek. Ez csak először sikerült amatőr módon megszervezni, bár akkor az ipartestület, hát amennyit tudott, besegített. De volt ennek más gazdája is, de 2 évvel ezelőtt került át a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarához, akik ezt a rendezvényt törvényileg le is védték. Hair és Beauty Fesztivál címen. Tehát egy olyan biztos háttere van ennek a rendezvénynek, minden lehetőség megvan arra, hogy tényleg jól meg lehessen szervezni. Azt lehet mondani majdnem, hogy kockázatmentesen. Persze ezért sokat kell dolgozni, hogy kockázatmentes legyen. Milyen programokat kínál majd ez a szakmai rendezvény? Hát ez most talán eltér a korábbi rendezvényektől, azok leginkább csak szakmaorientáltak voltak. Tehát a közönségnek, a fogyasztónak kevésbé szólt. Ott talán a kiállítások azok a fogyasztót is érintették, mert hiszen viszonylag olcsón lehet a helyszínen ilyenkor vásárolni, tehát kellékeket, anyagokat és a többi. De most van egy kivétel, most lesz egy olyan programja ennek a rendezvénynek, méghozzá 29-én délután 4 órától, 3 órán keresztül kimondottan showprogram lesz a színpadon. Tehát a showprogram is szakma közeli lesz, mert ez divat bemutató, frizura bemutató, táncosok lesznek, énekesek és a többi, tehát kimondottan ilyen közönségvonzó. Tehát nyilván olyan érdeklődőket várnak erre a rendezvényre, akik különös vonzalmat éreznek a divat, illetve ezen belül akár igen, a divatos frizurák és a... Ott a színpadon már ez a tetőtől talpig megy, mert hiszen ott már ruha bemutató, ugye. Hány résztvevőre számítanak? Hát ilyen nagy számban talán külföldről még soha nem jelentkeztek. A hazai résztvevők azok általában 1000-1500 között szoktak mozogni. Persze ebben benne van a szakmai közönség, aki jön az ország különböző részeiből, de most 100-ával jönnek a környező országokból. Nem is tudom, hogy hány autóbusszal jönnek, horvátok, szlovének, osztrákok, németek. Az az érzésem, hogy itt csúcs lesz, részvételi csúcs. Szinte valamennyi szakma esetében beszélünk arról, hogy milyen a magyar szakemberek híre a világban. A fodrászok esetében milyen a magyar fodrászmestereknek a híre, akár Európában, vagy akár a világviszonylatot tekintve? Hát én azt mondhatnám, hogy manuálisan kiváló. De a világhírnevet azt úgy lehet igazán megszerezni, hogyha a világban mozogni lehet. Na most a világban való mozgás az pénzbe kerül. És ezen a téren a magyar szakma még nem áll azon a szinten, hogy maguk a vállalkozók olyan nagyon sokat tudnának áldozni. Mi örülünk, hogyha egy-egy nagyobb eseményen ott tudunk lenni, és nem a szükséges mennyiségben. A másik, amit problémaként látok, az a nyelvtudás hiánya. Tehát nincs igazi, hogy is mondjam, ilyen diplomáciai kapcsolat. Márpedig ez nyelvtudás nélkül nem megy. Hát, hogyha valóban nem is tudnak a fodrászok még annyit utazni, amennyi a hasznunkra válna, de ez a rendezvény is alkalmat biztosít arra, hogy a világ ide jöjjön Pécsre, és itt legalább akkor a különböző tapasztalatcseréket meg lehet majd tenni ezen a rangos rendezvényen? Hát erre bizony nagyon jó, és ezek tényleg kiépített régi kapcsolatok, és úgy néz ki, hogy egyre jobban kiterjed. Ha még van egy pár másodperc, az osztrákok kezdeményezésére idén először került megrendezésre Vörtitó déli csücskében, Feldenben egy Duna-Alpok-Adria kezdeményezés, amelyben mi is tagok lennénk, és ebben Németország, Ausztria, Olaszország és Szlovénia vesz részt.
Hát ez egyszer már egy tágított kör, mert Olaszország ebbe eddig nem volt benne, és én bízom benne, hogy a következő rendezvényünkön távolabbi európai országok is itt lesznek. Hát sok sikert kívánunk ehhez a rendezvényhez, és engedje meg, hogy még egyszer gratuláljak a magas szintű elismeréséhez. Köszönöm, hogy elfogadta megkívásunkat. Én is köszönöm szépen. Magyarországon az ötödik legjelentősebb mezőgazdasági rendezvénynek adott otthon Szentlőrinc, ahol idén 9. alkalommal rendezték meg a gazdanapokat. A börzén ezúttal csaknem 300 kiállító vett részt, a vetőmag termesztéstől az állattartáson keresztül az élelmiszeriparig valamennyi agrárágazat képviseltette magát a rangos vásáron. Dr. Németh Imre, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ünnepélyes megnyitójával elkezdődtek a 9. gazdanapok Szentlőrincen. Körömi Attila, a szervező Baranya megyei vállalkozói központ alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, idén még több, mint egy 300 kiállító standját tekinthetik meg az érdeklődők. Évről évre fejlődik a kiállítás, aki nyitott szemmel jár, az látja, hogy még a további fejlődésnek is megvannak a lehetőségei. Az alapítvány meg a kuratórium megteremti a pénzügyi feltételeit annak, hogy a fejlődés továbbra is töretlen maradjon. Nagyon sokrétű a kiállítás, itt a mezőgazdasági munkagépeken, erőgépeken keresztül, az összes technológiai gépsorokon keresztül egyéb dolgokat is láthatnak. Itt kiemelném az élelmiszerfeldolgozásnak a lehetőségeit és technológiáit, valamint a szakmai programokat. A nyitónapon agrárfórumot tartottak a szakminiszter közreműködésével, aki a mezőgazdaság helyzetéről és a kormány terveiről is beszélt. A mezőgazdaság az egy olyan ágazat, ahol ugye a befektetések is esetenként több év távlatából érnek be és hoznak eredményt. Az agrárpolitika is egy kicsit ilyen terület. Én meg vagyok azonban győződve róla, hogy ha a következő évben már azokat a forrásokat, amit megkapunk, azokat racionálisabban költjük el, és most ezt a teherkönnyítést, az adósságrendezést, az elemi kártérítést szintén igazságosan végrehajtjuk, akkor biztatóbb jövőt fognak maguk előtt látni a mezőgazdasági termelők. Szeretnénk a mezőgazdaságot talpra állítani, annak érdekében, hogy az Európai Uniós csatlakozás számunkra ne csalódás, hanem a kibontakozás kezdete lehessen. A rendezvény ideje alatt színes szakmai programok, továbbá szórakoztató műsorok várják az ide látogatókat. Pénteken szarvasmarha, illetve haltenyésztési tanácskozást tartanak, de lesz biogazdálkodási előadássorozat, illetve hasznos tanácsokat hallhatnak a kisállattenyésztésről is. Szombaton nagy érdeklődésre számíthat a lovak tenyész szemléje, a fogadhajtóverseny, valamint az erő- és munkagép show. Épp úgy a vasárnap zajló traktoros ügyességi viadal és a gazdanapok legerősebb embere országos verseny is. A ma már országos hírű szentlőrinci 9. gazdanapok vasárnap 18 órakor zárja majd kapuit. Vendégünk a stúdióban Gonda Tibor, a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke. Jó estét kívánok, elnök úr! Köszöntöm! Hát bizony nem könnyű helyzetben veszi át ennek a testületnek az irányítását, hiszen a különböző összefoglaló adatok is azt mutatják, hogy a Dél-Dunántúlon bizony visszaesett a vendégforgalom, habárha jól értem, akkor ez gyakorlatilag egy országos tényező is, így van? Igen, sajnos a Dél-Dunántúli régió sem tudja kivonni magát abból a tendenciából, ami most már egyértelműen érződik a szezon végével. Egyes pesztimista becslések azt mondják, hogy akár egy 10-20%-os vendégforgalom visszaesés is lehet az országba, hiszen a balatoni szezon katasztrofális volt, és a régiónkban is egy biztató tavaszi kezdés után a statisztikai adatok azt mutatják, hogy Baranyában és Somogyban erőteljesen visszaesett a vendégforgalom. A június végi adatok szerint az elég jól szerepelt, ez köszönhető egy-két tavaly befejezett fejlesztésnek, de kíváncsian várom a nyárvégi adatokat, úgy gondolom, hogy nem lesz egy rekordéve a dél-dunántúli turizmusának az idei év. Milyen tényezők alakíthatták így? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amire a német beutazó partnereink is többször hivatkoznak, hogy az euró bevezetése a német háztartásokat elbizonytalanította, árdrágulás kísérte, és sokan emiatt tartalékoltak és lemondtak az idei nyaralástól. Igazából ezt jövőre tudjuk meg, hogy valóban ez az oka, hiszen akkor vissza fognak térni hozzánk, és jövőre egy szép évünk lesz. A másik probléma pedig az lehet, hogy azok a turisztikai fejlesztések, amely akár a belföldi turizmus számára fontos, de különösen a nemzetközi turizmusba való bekapcsoláshoz fontos,
az a régiónkban egy kicsit elmaradt. Lépés hátrányban vagyunk mondjuk néhány alföldi régióhoz, gondolok itt a hajdúszoboszlói, gyulai szép fejlesztésekhez, hiszen nálunk ismert okok miatt késve csak most ezekben a hónapokban kezdődnek meg a harkányi fejlesztések, beszélünk a sikondai fejlesztés, és több más jelentős fejlesztés van előkészítés alatt, de ennek a gyümölcsei majd pár év múlva jelentkeznek. Gyakorlatilag akkor ezek a fejlesztések annak a stratégiának már az alappontjai, amit esetleg kidolgoznak a probléma orvoslására? Igen, épp a mai bizottsági ülésünkön is tárgyaltunk arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében el kell készíteni a regionális operatív programot, és rendkívül fontos, hogy a mi régiónkból is egy konkrét megvalósítható projektekkel álljunk elő, és próbáljuk ezeket belobbizni a Nemzeti Fejlesztési Terv részeként. A következő két hónap kiemelt munkája lesz, hogy a regionális operatív program turisztikai részét aktualizáljuk, és a konkrét projekteket megvizsgáljuk, amely a következő évek lobby munkáját fogja számunkra jelenteni, hogy ez a projektekhez pénzt, megfelelő anyagi erőforrást tudjunk biztosítani. Hogyan képzelik el például a kapcsolattartást a Magyar Turizmus RT-vel, vagy a regionális marketing igazgatósággal akár? Úgy gondolom, hogy a személyi kapcsolatok jók, a szakmai munka összehangolva megkezdődött. Épp a Magyar Turizmus RT-nek van egy belföldi kampánya a kialakulóban, aminek az lenne a fő célja, hogy az utószezonban, a téli hónapokban és a tavasszal belföldön belül egy kicsit mozgassuk meg a kirándulni, nyaralni, pihenni vágyó vendégeket, és különböző akciókat csábítsuk arra őket, hogy nem csak a mi régiónkban, hanem országszerte menjenek, keljenek fel, utazzanak. Ebbe is egy szoros napi együttműködés van a marketingigazgatóság és a RIP között. Úgy gondolom, hogy az idegenforgalmi vállalkozások évről évre ugyanolyan nagy érdeklődéssel várják, hogy mi lesz a különböző pályázati forrásoknak a felosztásával. Ez hogyan történik most? Hát itt örömmel mondhatom, hogy az a keret, ami idei évre 180 millió forint volt, az maradéktalanul a RIP rendelkezésére fog állni. Vannak már beadott pályázatok, ennek az elbírálására várhatóan szeptember végén kerül sor, és a tervünk szerint november közepétáján lenne még egy kör, amikor a maradványpénzt felosztanánk, és decemberben foglalkozunk azzal a témával, hogy milyen típusú pályázatokat írjunk ki jövőre, tehát ebből már következik, hogy jövőre is rendelkezésre fognak állni pályázati források. Én úgy gondolom, hogy ez a hármas tagolás, a marketing, a rendezvény és a termékfejlesztés, ez nagy vonalakban a jövőben is meg fog maradni. Mik azok a pályázatok, amik a leginkább eséllyel indulhatnak a keretösszeg igénylésére? A regionális pályázat csak viszonylag kis összegű támogatásra ad lehetőséget, például marketing kategóriában 2 millió forint a felső határ, termékfejlesztésben 5 millió. Igazából ebből nagy beruházásokat nem lehet indítani. Inkább úgy gondolom, hogy komoly beruházások megvalósíthatósági tanulmányait tudjuk jelentősen segíteni, illetve ott, ahol már van turisztikai termék, piacra vihető produktum, ott ennek a marketing munkáját. Ezért mi abba bízunk, hogy a mi regionális pénzeink mellett a Széchenyi tervnek valamiféle folytatása megmarad, és lesz arra lehetőség, hogy jelentősebb turisztikai beruházásnak, gondolok egy jelentős termálfejlesztés, vagy egy hotelfejlesztés, akár több százmillió forint állami, vagy Európa Uniós forrást is hozzá tudjanak rendelni a vállalkozók. Az ősz idegenforgalmi szempontból vajon hogyan alakulhat Pécset, illetve a megyében? Pécsnek hagyományosan szép az ősze, a pécsi rendezvény, a pécsi napok azok egyre több vendéget vonzanak. A Baranya megyei önkormányzat által támogatott és szervezett mediterrán ősz sorozata számos színvonalas rendezvényt foglal magába. Ezek közül, ha kiszabad egy újat emelni, ami nekem egy kicsit szívügyem, az Orfi lovasnapok, amely szeptember 27-től október 6-áig lesz, és egy új rendezvényként került ebbe a sorozatba. Én azt gondolom, hogy és az időjárás is a kedvez, akkor bizalommal tölthetem minket, és szeptember-október talán egy kicsit ledolgoz abból a hátrányból, amelyet a rossz időjárású augusztus is okozott. Ugye az elején még említette az elnök úr, hogy a németek elsősorban az euró bevezetése miatt hátrálhattak vissza a főbb utazásaiktól. Melyik nációból várhatjuk még a legtöbb vendéget esetleg erre a vidékre? Most a szezonon kívül a belföldi turizmus felé kell nyitni, ez szerintem egy helyes törekvés a Magyar Turizmus RT-nek. A külföldi turizmus az nagyobb szervezést igényel, tehát a szakma gyakorlatilag most már jövő nyárra dolgozik. A kiajánlásokat most már az utazási irodák azért készítik elő, hogy jövő nyáron sok vendégünk legyen. A hagyományos piacunk, az osztrák és a német piac, az megmarad. A repülőtérek működésbe állása nyithatna meg új destinációkat, küldő destinációkat. Én úgy gondolom, hogy például a Pogányi repülőtér vagy a Taszári repülőtér
tér polgári forgalma megindul, akkor a skandináv beutazó turizmus is egy elérhető, hiszen amilyen szükségletre a skandináv turistáknak általában igényük van, gondolok itt például a nagy napsütéses időszakokra, a szép tájra, a kellemes környezetre, az olcsó alkoholra, ezek még föllelhetők Dél-Dunántúlon, és örömmel látnánk a skandináv charterjáratok tömegeit. Hát reméljük, hogy hamarosan így lesz. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta meg kívásokat. Köszönöm én is. Köszönöm szépen. Pécsett a vasútállomáson megnyílt Magyarország legkorszerűbb postai előosztóüzeme. A posta hivatallal és ügyfélszolgálattal kiegészült intézmény 152 település postai küldeményforgalmát irányítja. Több mint 40 évet kellett várni a konkrét tervre, majd csupán 8 hónapot a megvalósulásra. Hétfő délelőtt megnyitott a kapuit a pécsi postai igazgatóság új, a legmodernebb technikával felszerelt és várhatóan igen hatékony elosztóüzeme. Összesen 10 ilyen postafeldolgozó üzeme van a Magyar Postának, ezek mind regionális feladatokat látnak el. Ez a pécsi például 152 településnek a postaforgalmát bonyolítja, ami azt jelenti, hogy ezen a 152 településen feladott minden postai küldemény bejön ebbe a központba, itt feldolgozzák és elirányítják a címzethez. És fordítva, aki erre a 152 településen bármilyen postai küldeményt kap, az úgy kapja meg, hogy először bejön ebbe a feldolgozóüzembe, itt feldolgozzák, és innen viszik a postai hivatalokba, illetve jutatják el a kézbesítőkhöz. Ez is mutatja, hogy ennek nagyon nagy a jelentősége, hiszen ez mondjuk az ország egy tizede, vagy inkább egy kicsivel több, mert ez egy átlagosnál nagyobb körzet. És hát azért is nagyon fontos a magyar posta életében ez a beruházás, mert az elmúlt időszakban kevés ilyen beruházásra került sor. Lényegében 2-3 ilyen korszerűnek mondható postafeldolgozó üzem van, amelyek közül értelemszerűen most a pécsi lesz a legkorszerűbb, hiszen ez mondjuk így a 2002-es színvonalat tükrözi. Az új épület komoly változásokat eredményez mind a dolgozók, mind a munkavégzés tekintetében. Nagyon lényeges változás az, hogy a postavonat, ahol most állunk, az épülethez érkezik, és nem kell a küldeményeket, a csomagokat a városon át a Diós útra kiautóztatni, és ott megkezdeni azt a munkát egy közel fél órás átfutási idővel, amit itt nyomban azonnal reggel megkezdhetünk. További lényeges változás, hogy a széttagolt postai szolgáltatóhelyek egy helyre kerültek. A városi egyesített kézbesítés, a Diós úti feldolgozó részleg, az Ólyum utcai városi hírlaposztály, megyei összesítő hírlaphivatal, az Ólyum utcai csomagkézbesítés. Most mind egy helyre került, és ez egy lényeges lehetőséget biztosít abba, hogy a munkát jobban megszervezzük, és a dolgozók számára is könnyebbség. A munkakörülmények azok maximális mértékben a többszörösére emelkedtek, a technológiai változások is óriásiak, de úgy látom, hogy a dolgozók nagyon könnyen átállnak, illetve hát nehézségekkel, de azért át fognak állni az új technológiai változásokra. A postai szolgáltatások minőségében biztos, hogy változás fog beállni. A háttérmunkahelyek kiszolgálják az ügyfeleket, úgyhogy biztos, hogy változások állnak be a minőség javulásában. Nyilván le lehetett már mérni, hogy a kollégák hogy fogadták ezt a változást? Hát én azt hiszem, hogy a legtöbben örültek neki. Persze a változástól mindig mindenki óckodik, de amint meglátták az épületet, akkor egyből nagy kedvel fogadták az új postát, illetve az egész létesítményt. Honnan került ide? Melyik postáról? A 4-es postáról, a Petőfi utcai. Mennyiben változtak a munkakörülmények? Hát a munkakörülmények gyökeresen megváltoztak, az egy régi épület volt, régi berendezés, hát ez gyönyörű. Most az első napokban új rendszerre álltak át, mennyire bonyolult ez az új rendszer? Végül is teljesen logikus a működése, úgyhogy könnyen megtanulható. Ha az ember belejön, akkor segíti a munkát. Lehet már érezni az ügyfelek reakcióját? Egészen más, hogyha egy ilyen új és szép épületbe jönnek be, valahogy az ügyfelek is egy kicsit úgy meghatódnak. És az ügyfelek az első nap nyitás után rögtön birtokukba vették az impozáns épületet? Nagyon szép, gyönyörű, igazán. Reméljük, hogy sokan fölkeresik majd. Bár hétfőn a 4-es számú posta átköltözött az új hivatalba, a Petőfi út környékén lakók mégsem maradnak levélfeladási lehetőség nélkül, hiszen ideglenesen a Jászai Mari utcában működik egy hivatal csökkentett nyitvatartási idővel.
Szeptember 2-ától a Petőfi úti posta átköltözött az új vasúti hivatalba. Szili Katalin és a környéken élő nyugdíjasok kérése alapján kiderült, hogy nagy szükség van a városrészben egy fiókra, ezért a Magyar Posta Részvénytársaság pécsi kirendeltsége a Jászai Mari utca 2-es szám alatt ideiglenesen működtet egy kisebb hivatalt. Az elkövetkezendő 2 hónap alatt egy forgalomszámlálást fogunk végezni. Meglátjuk, hogy milyen jellegű forgalom, hány ügyfél jelentkezik, és annak megfelelően döntünk a további sorsáról. Ha szükséges, akkor itt a környéken valami mást kialakítunk ehelyett. Tehát, hogy olyan lesz a forgalom, hogy nagyobbat igényel, vagy más összetételű forgalmat kell biztosítanunk, akkor annak megfelelően, ha nem, akkor meglátjuk, hogy alakul a későbbiekben ennek a sorsa. Még nagyon kezdetlegesek a tapasztalataink, tegnap reggel még itt gőzerővel folyt a munka. Összességében azt lehet mondani, hogy olyan 70-80 körüli utalványfaladás történt tegnap, és 30-35 ajánlott levelünk volt. A Jászai utcai posta csak alapszolgáltatásokat nyújt, vagyis levelet adhatnak fel, és pénzt fizethetnek be az ügyfelek. A Petőfi utcai dolgozók a vasúti fióknál helyezkedtek el szeptember 2-től, egy munkatárs pedig az ideiglenes hivatalban látja el a feladatokat. A régi épületet bérelte a Magyar Posta Részvénytársaság. Annak idején, amikor a magas házból ki kellett költöztetnünk a postát, akkor egy ideiglenes bérleményként került kialakításra. A vagyonkezelői az épület, szeptember 15-ig vissza kell adnunk a vagyonkezelőnek. A lakosoknak úgy tűnik jó hír, hogy maradt postai szolgáltató a környéken. Csak arra jöttem a másiknál, akkor látom, eszembe jutott, hogy most már nem ott van, hanem itt posta. Ön szerint mennyire van szükség erre a kis postára itt ezen a környéken? Hát elég nagyon, mert nagy körzet tartozik ide. Nincs is a posta, környéken nincs posta itt. És az jó volt, mert elég nagy volt, de hát nem tudom, még kisebbítették le. Nagyon sokan vagyunk a körzetben ehhez a kis postához, de nagyon sokan. Úgyhogy nem tudom, majd meglássuk. Június végén új számlázási rendszer lépett életbe a pécsi áramszolgáltató cégnél. A vállalat egyébként egy külföldi illetőségű csoport tagja, amelyben több más magyar szolgáltató is megtalálható. Az új rendszer az év végéig a csoport többi tagjánál is bevezetésre kerül, sajnos az átállás nem zajlott zöggenőmentesen. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület pécsi irodájához júliusban több fogyasztói levél érkezett, amely a DDASZ RT új számlázási rendszerét, illetve annak bizonyos részeit kifogásolják. Az új rendszer egyébként alig 2 hónapja lépett életbe, visszamenőlegesen azonban egészen májusig érkeztek számlák a fogyasztókhoz. Kifogással éltek például a polgárok a számlán megjelenő számok és betűk méretével kapcsolatban, valamint a számlán található sorszám tekintetében is. Ugyancsak problémát okoz, hogy míg a korábbi részszámlákon egyértelműen szerepeltek a számla kiállítási időpontjáig befizetett részszámlák összegei, addig az újakról ez az adat már hiányzik. A legnagyobb elégedetlenséget azonban az okozta, hogy május hónapra vonatkozólag átfedésbe került a régi és az új számla, így mintegy 2 hét fogyasztása duplán jelent meg a számlázásban. Nincs az új számlán feltüntetve, hogy hányadik részszámla, mely időszakra vonatkozó díjtétel az, ami tulajdonképpen addig már kifizetett a fogyasztó. Ezen kívül, és főleg a probléma az, hogy idáig a DDASZ állítólag havonta egyszer állított ki számlát egy azonos hónap időszakára, most viszont minden munkanapra számlát fog kiállítani. Elmondások szerint ennek következménye, hogy bizonyos időszakokban átfedések is voltak, így többek között a nálunk bemutatott számláknál. Egyszer kifizették a fogyasztók május 1-től május 31-ig a kiszabott díjtétel, majd a júniusi számlába május 11-től június 10-11-12, tehát különböző dátumig ismételten kifizettették a fogyasztóval a díjat. Mielőtt a számlázási rendszert bevezettük volna, készítettünk egy felmérést, és a felmérésnek az eredménye az volt, az ügyfeleink azt igényelték, hogy a számla a lehető legegyszerűbb, és a lehető legérthetőbb legyen. Magyarul minden olyan fölösleges információt hagyjunk el a számláról, amely az értelmezését zavarja. A régi rendszerünk nem volt egy korszerű és egy rugalmatlan rendszer volt, és a régi rendszerben a leolvasásunk egy adott hónap közepén volt,
a következő havi részszámlát csak a következő hónap 1-től 30-ig vagy 31-ig tudtuk kibocsájtani. Jelentkezett egy olyan időszak, ha 15-én volt a leolvasás, akkor 15-től 31-ig, amelynek a számlázása nem, illetve lényegesen később történt meg, egy évvel később történt meg. Amint áttértünk az új számlázási rendszerre, ennek a példánknál maradva a félhavi fogyasztásnak a kiszámlázását azonnal el tudtuk végezni, és ezért tűnik úgy, mintha kétszer számláztunk volna ebben az átmeneti időszakban. A Fogyasztóvédelmi Egyesület levélben fordult a Magyar Energiahivatal fogyasztóvédelmi osztályához, amelyben az ügy kivizsgálását kérte. A hivatal felvette a kapcsolatot az áramszolgáltatóval, amely készséggel rendelkezésére bocsájtotta a kérdéses adatokat. Az energiahivatal a levél alapján megkereste társaságunkat. A határidő a szeptember közepe, mint jelenik a levélbe is. A társaságunk válasza minden egyes kérdésre kimerítően a hivatalhoz megérkezett, illetve elküldésre került. A hivatal ennek alapján ki fogja alakítani az álláspontját. Véleményem szerint a válaszaink olyan kimerítőek és olyan meggyőzőek, hogy igazából be fog bizonyosodni az, hogy a társaságunk semmiben nem károsítja a fogyasztókat. Jelenleg tehát már rendelkezésre állnak az adatok, és a vizsgálatot megkezdte az Energiahivatal. Eredménye ennek még nincs. Ha az adatokat elemezték, hivatalosan foglalnak állást az üggyel kapcsolatban. Ezt egyébként mindkét fél és a fogyasztók is türelmetlenül várják. Én nagyon bízom, hogy további lépésre nem lesz szükség, miután felügyeleti szerv az Energiahivatal, én azt mondom, hogy bízunk az Energiahivatal döntésében. A pécsi szolgáltató egyébként úgy vélekedik, hogy bár az átmeneti időszakban a számlázáskor történhettek hibák, ezeket folyamatosan kiküszöbölik, a rendszer azonban alapjába véve jól működik. Az elmúlt héten kezdődött meg a Széchenyi hitelkártyák kibocsátása, és új ügyfélhívó berendezést helyeztek üzembe az APEC Baranya megyei ügyfélszolgálatán. Összefoglalónkból kiderül továbbá, hogy megnyílt a Komlói Expo szakkiállítás és vásár. Augusztus 28-ától vehetik készhez a Széchenyi hitelkártyához szükséges nyomtatványokat azok a mikro- és kisvállalkozások, amelyek maximum 250 főt foglalkoztatnak. Cséfalvai Ágnes a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálati irodájának vezetője a Pécs TV kérdésére elmondta. Hatalmas az érdeklődés a hitelkártya iránt, de az ügyintézést valójában csak néhány napon belül kezdhetik meg a vállalkozók, mivel a nyomtatványok kitöltése mellett különböző igazolások beszerzésére is szükség van. Így a kártyaigénylés során be kell mutatni az utolsó teljes évről készült személyi jövedelemadó bevallást, valamint az önkormányzat, illetve az adóhatóság igazolását arról, hogy a vállalkozásnak nincs 30 napnál régebbi köztartozása. A kártyaigénylő vállalkozóknak kézfizető kezest is kell hozniuk, akinek személyesen kell aláírnia a szükséges nyomtatványt. Gazdasági társaságok esetében könnyebbséget jelent, hogy a társaságban 50%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemély a cég kézfizető kezese lehet. A vállalkozók a kamara ügyfélszolgálati irodáján kaphatják meg a szükséges nyomtatványokat, majd ezek kitöltése és a szükséges igazolások beszerzése után telefonon egyeztethetnek időpontot a gazdasági önkormányzat munkatársaival a hitelkérelem lebonyolítására. Az adminisztráció várhatóan 1-1,5 óráig tart majd, ám ezt követően már csak a kártyák készhezvétele lesz a dolga a vállalkozóknak, akik a hitelkártyát az ígéretek szerint az ügyintézést követő 14 napon belül kapják majd meg. Új ügyfélhívó rendszert helyezett üzembe ügyfélszolgálatán az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Baranya megyei igazgatósága. Az újdonság gyorsítja és hatékonyabbá teszi a félfogadási munkát, miután megszűnik a sorbanállás, amelynek helyét a kulturált várakozás veszi át. Az ügyfelek más társaságoknál már megszokott rendszerint a bejáratnál választhatják ki, hogy milyen témában szeretnének segítséget kérni a hivatal munkatársaitól, majd az ügyfélhívó berendezéstől kapott sorszámmal várakozhatnak a megfelelő ablaknál. Az új rendszer folyamatos beavatkozási lehetőséget biztosít az ügyfélforgalomba, egy-egy területen a várakozók számának megemelkedésekor azonnal új ablakot lehet nyitni, át lehet csoportosítani az ügyintézők munkáját. A rendszer révén mérhetővé vált az APEC ügyfélforgalma is. Az elmúlt héten naponta több mint 500-an keresték fel a hivatalt.
Országosan egyedülálló új kezdeményezésként szeptember 3-ától postai szolgáltatóhely kezdi meg működését a pécsi igazgatóságon. A minipostán csekket fizethetnek be, okmánybélyeget, nyomtatványokat vásárolhatnak majd az ügyfelek. A polgármesteri hivatal. Az elmúlt 40 percben a Pécs TV gazdasági magazin műsorát, a Mérleget látták. Kérdéseiket, javaslataikat, észrevételéket továbbra is várjuk a képernyőn látható címeken. Mérleg magazinunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!